Az idén 230 éves református templomért és a kibővített felújított református óvodáért adtak hálát az október 20-án megtartott ünnepi istentiszteleten, de nem csupán E2 jelentett okot az ünneplésre. Szabó József elnök lelkész és felesége Szabóni Csökmey Edit lelkészasszony 35 éve vette át a törökszentmiklósi református egyházközség vezetését. Az ünnepi istentiszteleten a tanári kórus is közreműködött. Az igét ezúttal Szőcs László lelkész emeritus esperes hirdette, aki a törökszentmiklósi református egyházközség Csernátoni testvérgyülekezetének vezetője. Hálát adunk Istennek, hogy a törökszentmiklósi gyülekezet 230 évvel korábban felépítette egy gyönyörű szép templomat, amelyet a mai napon új ruhába öltöztek. Hálát adunk a kegyelem Urának, hogy az óvoda épületét kibővíthették, korszerűsíthették. Hálát adunk Istennek azért, hogy 35 éven keresztül megsegítettem lelkipásztor testvéreimet, a lelkész házaspárt, hogy hirdethessék Istennek evangéliumát itt ebben a gyülekezetben. Szabó József elnök lelkész a 230 éves templomról készített plasztikát ajándékozott Szőcs Lászlónak, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ünnepi istentisztelet persejpénzével a Csernátoni Református Egyházközség harangjának újraöntését fogják támogatni. Az esperes úr 230 éves templom történetéből emelt ki fontos momentumokat. Virágné Katona Zsuzsanna igazgatóasszony a református óvodát mutatta be teljes körűen, beszámolt az évek során végbement felújításokról és a közelmúltban záródó bővítési korszerűsítési projektről is. Az intézmény vezető házi áldást ajándékozott Mészáros Piroska óvodavezetőnek, és kifejezte háláját Szabó József nagytiszteletű úrnak és feleségének az elmúlt 35 év munkájáért. Rácz Péter, a törökszentmiklósi református egyházközség presbitériumának főgondnoka elmondta, a Szabó József Szabóni Csökmey Edit lelkészházaspár 1984. szeptember 30-án kezdte meg szolgálatát Törökszentmiklóson, majd megemlített mérföldköveket, melyek munkásságukat voltak hivatottak szemléltetni. Kovács István szakmai vezető az idősek otthonának dolgozói nevében gratulált a lelkészházaspárnak. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lapadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az istentisztelet után a 230 éves templom ihlette templommakettekből, rajzokból készült kiállítást nézték meg az érdeklődők a Bethlen Gábor Református Általános Iskola folyosóján.